Szép jó estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Mai adásunkban vendégünk Pál Katalin belgyógyász, főorvos, hematológus, aki vérképző és nyílókszervek betegségeivel foglalkozó szakág jeles képviselője. Tisztelettel köszöntöm. Üdvözlöm, jó estét kívánok mindenkinek. Ebben a műsorban folytatjuk azt az elvet, hogy szeretnénk bemutatni a következő esztendőben 150. születésnapját ünneplő Szent György Kórház azon orvosait, akik nagyon sokat tettek értünk, a betegekért, mindannyiunkért, és hát ön egy olyan fontos szakág képviselője, akiknek köszönhetően többek között a Szent György Kórház elindult egy olyan úton, hogy ma már mondhatjuk, hogy egyetemi oktatókórházként is szerte Magyarországon, illetve a határainkon túl is ismerik. Ugye ez Kohár Ferencnek köszönhető részben, illetve annak a csapatnak, amelyet ő hívott életre, akiket ő hívott. Nagyon sokan voltak már itt, és örülök, hogy ön is megtisztel bennünket. Egy moholi lányról kell, hogy beszéljünk először. Ellátogattunk Vajdaságba, Délvidékre, hiszen a szülőfalujához köthető az indulás, azok a pillanatok, amik az általános iskolában, aztán az általános iskola után is meghatározták az életét. Milyen volt Moholon élni? Én mindig azt szoktam mondani, hogy én falusi lány vagyok, de most tisztelettel megkövetek mindenkit, akit esetleg ez, akiket ez bántónak megbánthatott, ugyanis a Wikipédia szerint ez egy városi jellegű település és nagy község. Azért érzem magam, vagy éreztem, és most is érzem magamat falusinak, mert az emberek döntő többsége földműveléssel foglalkozik. A 73-as tagosítás után ez a 95% valamennyit változott, de még ma is ismerteim szerint több mint 70%-a, akik földműveléssel foglalkozik. De ezt mindezek mellett nagyon sok mindene megvolt a falunak, vagy nagyközségnek: kompja, távirdája, postája, tűzoltóegysége, sőt kórházat, zárdája, címere, pecsétje, mindene volt a falunak. És hát az általános iskolát is itt végeztem. Szerencsém volt, mert a szomszédunk, az iskolai igazgató és a matek tanár volt. Ennek kapcsán a szüleimmel ugye jó kapcsolatban voltak, és kvázi matematika iránt, vagy matematika irányába orientáltak. Kedveltem is én a matematikát, de az egyik országos versenyen csak második helyezett lettem. Én úgy gondoltam, hogy nem lehetek matematikus. Ezért választottam egy olyan szakágat, ahol a legkevesebb, ez a szószoros értelemben így történt, megnéztem a felvételiző, a lehetséges továbbtanulási iskolákat, és az egészségügyi szakközépiskolában volt a legkevesebb, a legrövidebb a matematika oktatás. Így jelentkeztem az egészségügyi szakközépiskolába. Tehát így került Zentára. Így kerültem Zentára. Mi mindent lehetett megtanulni akkor egy egészségügyi, a 70-es évek elejét írtuk, egy ilyen középiskolában. Tudatosan készült arra, hogy majd a későbbiekben aztán a hivatásához az egészségügy lesz? Hát a családban senki nem dolgozott az egészségügyben, tehát akkor, amikor én beiratkoztam az iskolába, akkor nagyon kevés rálátásom volt. De ezt követően ez a középiskola az érettségi mellett még szakoktatást is végzett, ami azt jelentette, hogy a délelőtti órákban minden nap, a hét minden napján a kórházban voltunk gyakorlaton, és délután meg elméleti oktatásban részesültünk, aminek ugye a döntő többsége azért szakák volt, de mivel érettségi bizonyítványt is nyújtott, ezért nyilván az általános képzésben is részesültünk. Itt ismerkedtem meg az egészségügyel, itt kerültem közel, és én azt hiszem, hogy hát nem tudom, hogy az orvos gyerekek azok mennyire láttak rá az egészségügyre, de ez a 4 év alatt kellő időm volt arra, hogy megismerjem az egészségügyet, és lássam, hogy mit jelent egy orvosi pálya. Tehát eleve elrendelés volt, hogy
hogy felvételizik, és az orvosi szakirány felé indul el. Ez így történt, igen. És Pécsre került. Ugye a Pécsi Orvostudomány Egyetemről tudjuk, hiszen itt már számtalanról beszéltünk, hogy egy fantasztikus professzor gárda irányította. Elég, ha csak az általunk is nagyon jól ismert Romhányi professzorra gondolunk. Mi fogadta Pécset? Hát először is egy nagyon nagy város, ahol én picit kezdetben elveszettnek éreztem magam, de hát ez egy átmeneti állapot volt, nyilván az egyetemista élet, az évfolyamtársak és a legendás hírű professzorok, azok felkeltették az érdeklődésemet, és nap mint nap a tudásomat bővítették. Nagyon megváltozott az életem. A falusi vagy nagyközségi életből belecsöppenni egy pécsi városi életbe, és ráadásul akkor a Pécsi Egyetem az tulajdonképpen azt hiszem, hogy talán a legjobb, az ország legjobb orvostudományi egyeteme volt, és egy reform zajlott, ahol a problémaorientált oktatást szerették volna bevezetni, ami részben a mi évfolyamunkon és még ezt követő pár évfolyamon meg is tudott valósulni. Igen, hát Lissák és ENSZ professzorokat említi itt, aki Pécset végzett. Őre kik voltak azok, akikre felnézett, akik különleges hatással bírtak a jövendő pályafutására? Hát legelőször ugye az első gyakorlatilag szakirányú tantárgy az anatómia volt. Flárkó Béla, Mes Béla. Nekünk az anatómia képzésünk már a szakiskolában nagyon-nagyon alapos volt, és gyakorlatilag ez az anatómia tanulása számomra nem jelentett problémát. Ugyanilyen kiemelkedő volt a középiskolában a patológiai oktatás, és bekerülvén a második, harmadik évfolyamra, ott volt ugye a Romhányi professzor úr, aki köztudottan nagyon-nagyon jó előadó volt, majd őt követte a Kelenyi Gábor professzor úr, és mondjuk az első szigorlatom után kaptam egy meghívást, hogy vegyek részt a tudományos diákköri munkába, és a közvetlen csoportvezetőm, a német Árpád doktor nagyon-nagyon-nagyon sokat tett azért, hogy részben a kutató munkában részt vállaljak, részben bővítse a tudásomat. A professzorok különleges személyisége nyilván egy-egy orvost elkísér a máig. Így mi van. Az, amit meg lehetett tanulni tőlük? Az a különlegesség, ami tényleg leüllepedett és hasznosítható? Kitartást, a szorgalmat, az önuralmat, hát nem tudom még hogyan fogalmazzam meg. Precizitást. Én azt hiszem, hogy a korbanztanon a küzdést, a precizitást és a teherbírást, azt mindenképpen nagyon-nagyon megtanították velünk. Igen, olvasom, hogy a szigorló éveit is a korbanztani intézetben töltötte. Igen. Tehát ilyen hatással volt ez. Viszont mikor döntött a szakirányválasztásban, hiszen ez egy rendkívül fontos pillanat egy orvos, egy medikus életében? Igaziból én nyilván a korbanztanon töltött éveim, az ott végzett munkásságom, nagyon jól éreztem magam, családias légkör, én szerettem volna korbanztnok lenni, de mivel én nem voltam magyar állampolgár, és gyakorlatilag nekem a tartózkodási engedélyem az egyetem éveire szorult, ezt követően nem volt munkavállalási engedélye. Munkavállalási engedélyt azt kaphat, akinek van letelepedési vagy lakhatási engedélye. Lakhatási engedélyt meg azt kaphat, akinek van munkavállalási engedélye. Gyakorlatilag ilyen cirkusz viciózus alakult ki. Nem tudtuk ezt megoldani Pécsen, és kvázi ilyen átmeneti megoldásként jöttem én Fehérvárra, ugyanis akkor került ide Székesfehérvárra Gók Árpád főorvos úr, Simon Kornél főorvos úr, akikkel én már az egyetemi éveim alatt megismerkedtem, közeli kapcsolatba kerültem, és az akkori megyei vezetése, Gódzita főorvos asszony,
úgy látta, hogy ez a probléma megoldható, nyilván időigényes, és én gyakorlatilag ilyen átmeneti időre kerültem ide Székesfehérvárra, majd ha meg lesz a lakhatási engedélyem, akkor én vissza fogok menni a Korbonztonra. Csak hogy a lakhatási engedélyem, illetve a letelepedési engedélyemnek a megszerzése vagy megnyerése az elhúzódott, és 1984-ben, tehát 4 év után kaptam meg az engedélyt, akkor meg már belgyógyászatból szakvizsga előtt álltam. De gyakorlatilag az, hogy én a pécsi Korbonztoni Egyetemen dolgoztam, ott voltam szigorló is, nyilván közelebb kerültem a hematológiához, és hát kihasználva az ott szerzett tapasztalataimat, a főnököm megbízott azon, hogy hozzam létre itt Fehérváron első körben a citokémiai labort, ami gyakorlatilag a hematológiai betegségeknek a diagnosztikáját oldotta meg. Akkor gyakorlatilag úgy volt, hogy Szilágyi főorvos asszony hematológiai szakvizsga előtt állt, és ilyen kimondatlan megegyezés volt, hogy ő fogja a klinikumot vinni, én viszem a diagnosztikát. Ehhez értettem, ezt megtanultam, ez nem jelentett gondot, sőt, mi több, nagyon sok örömöm volt, és nagyon szívesen csináltam. A klinikummal én csak később kezdtem el foglalkozni, amikor 84-ben átadták az új osztályrészt, a 200 ágyast, ahol egy osztályrészt kapott a hematológia, és az István Lajos professzor meghívott az osztályára. Őt részben már a Korbonztonról is ismertem, és nyilván ő neki ilyen missziója volt az, hogy a megyei kórházakban a hematológia felvirágozzon, és meghívott egy hónapra, hogy töltsek ott az osztályunkon. Nagyon szívesen elmentem, egyetlen egy probléma volt, hogy a klinikumot nem nagyon tudtam, mert hogy akkor tájt még nem gondoltam, hogy én klinikummal is foglalkozom, de ez az egy hónap alatt mindent be kellett hozni, mert az öntudatom nem engedte meg, hogy valamelyik betegséget ne ismerjem, és holnapi vizitre valamire ne tudjak válaszolni. Ez egy kemény iskola volt, de azt hiszem, hogy nagyon hasznos. Tehát ez a cirkulocitiózus, a hibáskör kiegyenesedett. A hibáskör kiegyenesedett, és mikor már megkaptam a tartózkodási engedélyemet, akkor viszont a GOG főorvos mondta, hogy hát mérlegeljem a dolgot, hogy mi lenne jobb, hogyha még ráhúzok néhány hónapot és megszerzem a szakvizsgát, vagy visszamegyek, kvázi előről kezdem a Korbonztont. Így lettem én hematológus. Igen, hát a döntés felelőssége, és ezt Árpi bácsinak ezúton is köszönjük, így utólag. 1985 is egy fontos idődátum, hiszen belgyógyászatból is szakvizsgázott, illetve 88-ban pedig a németországi út. Ez mindig különlegesen fontos egy fiatal orvos életében, ha ki tud tekinteni, és Németországban azért nagyon is jól tudjuk, hogy a diagnosztika milyen fejlett állapotban volt akkor is. Igen, hát hogyha visszatérhetünk egy kicsit a 85-be, én ott a szakvizsgám alatt majdnem, hogy megtagadtam, ha tehettem volna, akkor nyilván megtagadom a hematológiát, ugyanis úgy zajlott akkor, tehát nem tudom, hogy most hogy van, a belgyógyászati szakvizsga, hogy mindenkitől megkérdezi, honnan jöttél, mivel foglalkozol, mivel szeretnél foglalkozni. És én úgy gondoltam, hogy nem hozhatok szégyent Fehérvárra, nem hozhatok szégyent a főnökömre, azt nem tudom megengedni, hogy bármit is ne tudjak hematológiából, ezért én inkább azt fogom mondani, hogy kardiológia vagy gasztroenterológia, azt még nem döntöttem el, úgy gondoltam, hogy amelyik inkább a számra jön, azt fogom mondani. Csak hogy 3 hematológus ült a szakvizsgán, és ebből 2 nagyon jól ismert, és meg se kérdezték tőlem, hogy mivel foglalkozom, vagy mit szeretnék csinálni, hanem mindjárt mondták, hogy a fehérvári hematológia. Gyakorlatilag eldöntött volt a kérdés. Németország az egy 3 hónapos továbbképzési lehetőség volt, ami egy ilyen bónusz, jutalom lehetőség, egy tanulmányt, kísérletes tanulmányt végeztünk. Nyilván azt vizsgáltuk, hogy a daganatos betegek T-sejtes
ellenálló képessége hogyan fokozható. Ez egy nagyon nagy munka volt, ennek kapcsán kerültem én ki Németországba. Ott természetesen a diagnosztika érdekelt, az endoszkópiát azt nem kívántam megtanulni, túl sok endoszkópos volt itt Fehérváron, de viszont az immunológia és az ultrahang diagnosztika akkor még belgyógyászok között nem nagyon volt elterjedt, és hát módonban állt itt mind a kettőt elsajátítani. Ez áttörést jelentett? Abban az értelemben kérdezem, hiszen a Szent György Kórház is egyre nagyobb lett, ha úgy tetszik, egyre inkább érkeztek olyan orvosok, akik már megteremtették azt a lehetőséget, hogy olyan legyen, mint ma. Tehát önök voltak az elsők. Azért kérdezem, hogy az áttörést jelentette a belgyógyászati osztályban, hogy a Voglárpád vezetésével egy nagy osztály alakult ki, ahogy tetszik. Természetesen. Ez nagyon nagy áttörést jelentett. A korábban egy osztályként működő osztályrészek gyakorlatilag 84-től szakmaspecifikus részre különváltak, és mindenki, tényleg mindenki igyekezett a legjobb tudása szerint napra készen az adott körülményeknek megfelelően úgy a diagnosztikát, mint a betegek kezelését kivitelezni. Most visszatérve, hogy mekkora átterés volt, hát a 80-as évek elején indult el a radiológusok között is az ultrahang diagnosztika. Akkor, belgyógyászok akkor még nem voltak. Gyakorlatilag ezzel egy időben indult el Gervein főorvosasszony is a belgyógyászok közül, és ő is ez időben tanulta meg a belgyógyászati ultrahang diagnosztikát. Időközben a magyar és a nemzetközi szervezetek munkája is látókörébe került. Ez fontos egy orvos számára, hogy különböző konferenciákon, tudományos tanácskozásokon is tovább vigye azt, amit elsajátított már? Természetesen mindenképpen, ráadásul a legfrissebb ismeretekkel ezeken a nemzetközi, nyilván hazai szinten is, és nemzetközi szinten is legfrissebb ismeretekkel itt szembesül az ember. Különböző terápiás és diagnosztikus irányelvek is meghatározásra kerülnek, amit utána az ember nap mint nap a munkája során alkalmaz. Ez az egyik rész, a másik nyilván a kapcsolatteremtés. A másik rész, ami szintén nem egy elhanyagolható dolog. Ahogy a szakmai előrelépés sem, hiszen 1992-nél tartunk, adjunktus lett, majd két esztendővel később főorvos. Igen. Azt hiszem, ez egy fontos lépcső, mint ahogy az 1995-ös pillanat is, amikor is az egyes belgyógyászathoz tartozó 26 ágyas megyei és regionális feladatokat is ellátó hematológiai részleg megalakult. Hát igen. Ez azt jelenti, hogy most már akkor végérvényesen megérkezett a hematológia elismert szakákként mindenféle értelemben. Igen, igen, ez egy nagy pillanat volt. Gyakorlatilag 80-ban, amikor már ide kerültem, akkor már vártuk és tervbe volt a hotelépület átadása. De az különböző okok miatt halasztódott. A 200 ágyas, az, hát amennyire én visszaemlékszem, ez egy szükségmegoldás, az egy krónikus épületnek, krónikus beteg ellátásra készült, de át kellett minősíteni, pont ezért át kellett, hogy minősüljön. És a 95-ben megtervezett, az már gyakorlatilag európai színvonalú osztályrész volt, önálló egyágyas kórtermekkel, vizes blokkal, az egy nagyon nagy áttörés volt a betegek ellátásában, és szakmai kihívásoknak teljesen megfelelt. Én nem tudok róla, hogy az országban még egy ilyen korszerűen felszerelt osztályrész volt-e. Későbbiek során nyilván mindenki törekedett az újításra, de ez egy nagyon nagy áttörés volt, ezzel és együtt, nagyon megtisztelő, igen, volt számomra. És ezzel együtt természetesen a különböző szakmai szervezetek munkájában is részt kellett vennie. Igen. Egyébként ezek milyen arányt képviselnek egy orvos munkájában? Kötelező úgymond odafigyelni arra, hogy a szakmai szervezetben milyen munka folyik, milyen különböző folyóiratok jelennek meg, tanácskozásokon születnek az újdonságokról történések? Hát azt nem mondanám, hogy kötelező, de gyakorlatilag enélkül lehetetlen az embernek az élete. Munkacsoportokban részt kell venni,
szakmai irányelveket követni kell. Nem én találom, és nem ugyan személyre szabott betegellátás van, személyre szabott kezelés van, de vannak szakmai irányelvek, amit be kell tartani, és ezeket az egyes szakmai munkacsoportok. Nyilván vannak regionális, országos és nemzetközi munkacsoportok, amihez igazodni, alkalmazkodni kell. Regionális a VEAB, a Veszprémi Akadémiai Bizottság volt, amit még annak idején az István Lajos, a VEAB az társult a PAB-bal is, a Pécsi Akadémiai Bizottsággal. Ez volt a kvázi regionális. Ehhez csatlakozódott az Országos Hematológiai Társaság, és jöttek a nemzetközi. A legforradalmibb újdonságok azok számomra minden évben decemberben Amerikában megrendezett szakmai továbbképzések. Ezek egyhetes kurzusok voltak, gyakorlatilag az orvosi, illetve a hematológiai orvosi társadalom az mindig ekkora időzítette a legújabb ismereteit, a legújabb terápiás stratégiáját, a diagnosztikus irányelveket. Ezen mindig szerencsés volt részt venni. Egy elismert orvos számára, egy hematológus számára a publikáció alapvetés, illetve megerősítést jelent is egyben, hogy különböző orvosi szaklapokban, konferenciákon a publikációit elfogadják és odafigyelnek rá? Ennek hiányában elveszik az ember. Nem nyer ismertséget. Azt, hogy milyen a munkásság, az nyilván nem én ítélem meg, hanem külső szemlélő ítélem meg, illetve szakma ítéli meg, hogy a szakma ezt megítélhesse, ehhez publikálni kell, be kell mutatni, meg kell hívni vendégeket, hogy lássák, hogy az ember mit tud, milyen beteganyaga van, hogyan végzi a mindennapos munkáját. Rengeteg díjat kapott munkatársaival együtt. Kaptam egy felsorolást öntől, több oldal. Ez szintén egy olyan dolog, ami azt mondjuk, hogy igen, bólintunk rá, de igazából csak az önosztályán dolgozók tudják, hogy ez mennyire fontos, hogy miért is dolgozunk, gyógyítunk napról napra. Hát igen, erre azt kell, hogy mondjam, hogy Kelenyi professzor úrtól tanultam azt meg, hogy hogyan kell és milyen szinten kell a munkatársakat menedzselni, és odafigyelni rá. Ő azt mondta mindig, hogy 50% a szégyennek, 50% a dicsőségnek, az oktatója, a vezetője. Ez nagyon-nagyon már, én annak idején, amikor oda kerültem az intézetbe, hát még 2 hónapja dolgoztam ott, egy kutató munkában vettem részt, amit publikálni kellett, meg is történt, de a magán az előadáson, ott a főnököm úgy volt, hogy nem tud részt venni, mert a családjával épek síelni készültek. Hát ez a 75-76, amikor még nagyon korlátozottan lehetett külföldre menni, és a prof természetesen előtte referáló megkérdezte, hogy minden rendben van az előadása, és a főnököm mondta, hogy hát ő nem lesz ott, mert külföldön lesz a családjával, de megbeszélte a kollégájával, hogy felügyeljen rám, és hogyha szükség van, akkor védjen meg. A prof erre azt mondta, hogy nem, fele szégyen, fele dicsőség a miénk, tehát nem mész el. Ezt én soha nem fogom tudni, nem is akarom, és nem is tudtam elfelejteni, hogy a főnököm akkor a családjával nem ment el. Ezt úgy magaménak éreztem, és utána későbbiek során is azt, hogyha az osztályról kikerült egy anyag, azzal szemben elvárásaim voltak, hogy az legyen olyan, ami említésre méltó, és adott esetben díjat is hoz. Tehát példa és példakép. Hát, igen. A Szent György és a Romhányi György emlékére én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos pillanat. Milyen gondolatokkal veszi át egy orvos egy ilyen elismerést? Több más elismerés mellett, de ez a kettő mindenképpen Székesfehérvárhoz kötődik. Hát az ember, amikor teszi a dolgát, mert én azt hiszem, hogy semmi más nem tettem, csak tettem a dolgát, akkor nem azért teszi, hogy kapjon elismerést, bár nyilván nagyon-nagyon jól esik, de azt is
talán el szabad mondani, hogy egy-egy ilyen díj, egy-egy ilyen kitüntetés az felelősséggel és plusz teherrel is jár, mert meg kell felelni ennek a díjnak, legalábbis én azt hiszem. De nagyon nagy elismerés és nagyon nagy kitüntetésnek éreztem. Az elmúlt esztendőben nyugdíjba vonult. Igen. Hogy él most, miként segíti a maradottakat? Hát nem tudom, hogy méltó vagyok-e én arra, hogy idézem a Romhányi professzor urat, neki rakták fel, tették fel ezt a kérdést. Korábban legalábbis én egy interjúból hallottam, és azt mondta, hogy nagyon sok dolgom van. Nyelvet tanulok, zenét hallgatok, olvasok, és minden egyebet csinálok. Nos, hát én köszönöm szépen, hogy megtisztelt bennünket, és köszönöm azokat az évtizedeket, amely évtizedekben segítette azokat a betegeket, akiknek erre szükségük volt, és jó egészséget kívánva örülök, hogy itt van velünk. Köszönöm szépen részemről a megtisztelés. Köszönöm. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégünk Pál Katalin hematológus főorvos volt. Köszönöm a tisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!